Szép jó estét mindenkinek. Hát nem is tudom, észre sem zavarba vagyok most. Az egyik az azért, mert ahogy így végignézek így a közönségen, igazából így megkérdőjeleződik az én szerepem, mert én úgy látom, hogy így gyakorlatilag nagyon kevés olyan ember van, akinek én bármilyen újat fogok tudni ezzel a filmmel kapcsolatban mondani. Úgyhogy itt először fölmerült bennem az a lehetőség, hogy megpróbálok inkább néhány perc bűvész trükkel így valamiféle figyelmet kelteni, és aztán eltűnök a színről, és mindenkit rábízok a filmre. De aztán most azt teszem, hogy tegnap úgyis arról beszéltem a kevésbé szakértő sajtónak, hogy ez a film ez miért jó. Most akkor inkább közelítsük meg ezt a dolgot affelől, hogy mi a baj az én számomra az Akirával, és akkor hát, hogyha így valami szokatlan közeget is tudunk belevinni ebbe az egészbe. Az első az nyilvánvalóan az, amiről mondom, és ezt sokat el fogom még mondani, valószínűleg nem mondok nagy újdonságot, az az, hogy ugye egy olyan rajzfilmmel van most itt dolgunk, ami nem csak, hogy valamiféle mérföldkő az animének a történetében, nem is csak valamiféle etalon, amit azóta is próbálnak többé-kevésbé tösen elérni, hanem ennél sokkal több is, ez egyben egy nagyon komoly probléma is, az, hogy az emblémája lett ennek a jelenségnek, és ennek az emblematikus mi voltának a folyton gyakorlatilag valamiféleképpen hát ilyen negatívan csatolt vissza magára az egész anime jelenségre abból a szempontból, hogy amikor ez a rajzfilm ugye a 80-as évek végén, 90-es évek elején megjelenik nyugaton, ezt az egész jelenséget még viszonylag szűk szubkultúraként tartják csak nyilván, és az Akirának a sikere, mint az első nagyon komoly japán commerce nagyrajzjátékfilm, az meghatározta azt a fajta hozzáállást, amit ez az egész jelenséghez a nagy közönség tanúsított, és ennek a folytán nem csak, hogy egy olyan nagyon hát, csúnya kis csúsztatás alakult ki, hogy a japán rajzfilm az alapvetően tematikailag ebben a bizonyos természet fölötti fantasztikum, horror, a sci-fi, stb. Ilyen Bermuda háromszögbe helyezkedik el, eltekintve nyilván ezektől a gyermekrajzfilmektől, hanem ennél erőteljesebben tovább lépve, valamilyen módon le is szűkítette az animét, és az animére nagyon-nagyon sokáig, sőt, szerintem a mai napig gyakorlatilag az itt jelenlévő kivételével műfajként tekintenek. Ami egy szörnyű nagy tévedés, ugye legalább akkora tévedés, mint arra gondolnunk, hogy mondjuk a Csebáb film az egy műfaj, és akkor mit tudom én, mondjuk a Trinka, meg a Schwenkmeier, meg a Spejből és Hurvinyek, az egyetlen egy műfaj alá tartozik, ami pedig hát nyilvánvalóan nem így van. Az, hogy az animét a rajongók, illetve a többi közé tájékozott nagy közönség az nem műfajként tekintse, abban nagyon-nagyon fontos szerepe volt annak, hogy a 90-es években lehetőleg sok nagyon különféle anime kerüljön be, és reprezentálja azt a hihetetlen sokszínűséget, amit nekem nem kell lecsetelnem, mert mindenki teljesen tisztában van vele. Hogyha ugye ránézünk arra, hogy mondjuk abban az évben, amikor az Akirát készítették, ugye 88-ban, akkor Japánban készült még olyan nagyjából 30 nagyjátékfilm, rajzjátékfilm, és mondjuk mi hozzátehetjük azt a majdnem 100 straight to videó, tehát eleve videóformozásra szánt rajzfilmet, azt mondjuk, hogy már csak abban az évben mekkora kontingens van. Én nem tudom, hogy mondjuk a magyar animációt dicsekszik-e egyáltalán a teljes történetében 130 egy órásnál hosszabb munkával. És mondjuk ugye ebben a 88-as esztendőben, mondjuk ebbe a spektrumba simán belefért az Akira mellett mondjuk olyan rajzjátékfilm, mondjuk egy második világháborús dráma, és arról szól, hogy két kisgyerek hogyan hal éhen szisztematikusan mondjuk ott a nyomorba, ami hát nem egy sci-fi téma, valljuk meg őszintén, meg mondjuk belefért a mi az, akinek a Totoro rajz, ami megint egy teljesen más téma, meg hát belefért egy csomó szex, hanem meg minden más, ami egyébként még egy szegmens ennek a világnak. Most az Akirának meg volt sajnos ez a fajta utatása, ami nyilván az ő hibáján kívül van, és épp ellenkezőleg nyilván azt a fajta újdonságértéket jelzi, ami lehetővé tette azt, hogy egy egészen szokatlan látványvilág és esetvilágú a mű, az hirtelen definiáljon egy egész jelenséget. Azért ez nagyon-nagyon fontos volt, és hát nyilván itt az újítások szempontjából nem csak tematikai újításról beszélünk, tehát az, amit ugye valószínűleg ezt megint sokan tudják, hogy hiába 88-as ez a rajzfilm, maga a történet az 82-től ered, amikor ugye a rendező még a képregény formában elkezdte ezt az egészet, és mondjuk a 80-as éveknek, így a korai hányadában azért még a science fictionnek ez a műfaj, ami ugye később cyberpunkként fog majd definiálódni, az egy elég szokatlan terület volt, és amikor ugye az Amerikában is az Egyesült Királyságba átkerül, ugye a 80-as évek végén, akkor ott éppen akkor van a felfutása ugye a Gibsonéknak és ennek az egész cyberpunk körnek, amiben gyakorlatilag cson nélkül illeszkedett be majd az Akira, és aztán később előlegezi meg ugye a Ghost in the Shell-t és más hasonló nagyon fontos cyberpunk animéket. Tehát egyrészt mondom, pont jól elkapott egy szelet a vitorlájába, ami tényleg a tematikai ütésnek volt köszönhető, illetve annak, hogy majd meglátjuk, hogy hát nem majd látjuk, hogy mindenki tudja már a jelenlévők közül, de azt, hogy ennek az egész transhumanizmus közene, tehát annak, hogy az embernek az evolúciós fejlődése, az milyen társadalmi terheket ró
az emberi közösségekre, az például az Otomo nagyon-nagyon mélyen és nagyon-nagyon árnyaltan képes bemutatni egy olyan rassz, ami alapvetően a 120-valány percébe nagyon sok robbanással, meg rohangálással, meg fejszétrobbanással, meg ilyesmivel jár. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy a közönségnek szembesülnek az, hogy itt tematikailag nem csak ott nyilvánul meg a felnőtt közönség, hogy alkalmanként látunk, mondom, véres jelenteket, meg néha letépik lányokról a ruhát, hanem attól is felnőtt, hogy nagyon felnőtt módon áll hozzá komoly társadalmi problémákat, és ezeket úgy próbálja ábrázolni. A másik viszont, és nekem itt van a másik nagyon nagy bajom az Akirával ebből a szempontból, az abból a metódusból ered, amit megragadott itt az Otomo, és méghozzá abban, hogy gyakorlatilag itt mi most itt egy olyan rajzfilmet láthatunk, ami a maga korában nem csak ugye a japán, de és nem is annyira japán, hanem főleg az európai nyugati animáció számára egyfajta úttörő szerepet játszott abból a szempontból, hogy milyen módon építi fel a látványvilágát. Ugye azt nekünk többé-kevésbé ugye egy alapvető élményünk volt, amikor először a videóval láttuk, azt, hogy azt mondjuk, hogy úristen, hogy ez a rajzfilm, ez hihetetlenül részletgazdag módon dolgozik. Ugye valószínűleg sokan tudják, hogy milyen sokáig készült, milyen iszonyatos pénzből, ezeket fölösleges felmondanom most, de ez meg is látszik azon, hogy milyen hihetetlen sok miniciózus, aprólékos munka van ebben az egészben. És a másik dolog pedig, ami ugye szemmel látható volt, az, hogy mennyire tökéletes mozgásanimációval végzi ezt az egészet. Na most ez így önmagában még nem jelentett volna egy nagy újítást, viszont ehhez társult az a fajta látásmód, ami arról szólt, hogy az Otomo valamilyen módon úgy próbálta meg az egyébként is baromira filmszerű mangáját animévé átdolgozni, hogy egy olyan rajzfilmet kapjunk, ami tulajdonképpen olyan, mintha egy élőszereplős filmet néznénk, ami valójában meg rajzolva van. Na most itt nem csak arról van szó, amit mondjuk a Hóférke és a Hét törpében látunk, ha mondjuk megnézzük, hogy a látványvilág az valamilyen módon fotorealisztikus, tehát az, hogy úgy dolgozza ki a fény-árnyék viszonyokat, amint hogyha a valóságban lenne befényezve, megkapja ugyanazt a hárompontos megvilágítást, amit az élőszereplős filmeknél, mondjuk a jelenteknél van. Nem csak arról szól a dolog, hogy olyan típusú térmélységet próbál imitálni a rajzolt oldalon, ami a valóságnak a lefényképezésére jellemző, hanem ennél sokkal radikálisabban tovább lép olyanba, amit viszont nem látunk, sem a Hóférkénél, sem utána mondjuk a Disneynél, vagy bármilyen más ilyen tömegfogyasztott commerce rajzfilmnél, az pedig az, hogy gyakorlatilag imitálja a kamerának a jelenlétét. Tehát érdemes lesz majd megfigyelni azt, hogy úgyis már sokat gyára látjuk ezt a rajzfilmet, és érdemes lesz egy picit belefeledkeznünk abba, hogy hány ponton dolgozik úgy ez a rajzfilm, hogy nem szabadna a rajzfilmnek, hiszen nem kamerával vették fel. Hányszor rendnek magának olyan trükköket az Otomo, mint például azt, hogyha valódi a objektívvel dolgozna, ugye mi szempontból, tehát az élőszerepes filmeknél használt a mélységi és objektívvel, például átélez. Ugye először az előtér éles, aztán átmegyünk a háttérre. Ugye ilyet nagyon sokat fogunk majd látni, drótkerítésen keresztül a háttér, stb. Vagy például hányszor használ szubjektív kamerát. Mennyire abszurd, nem? Az, hogy egy rajzfilmet, amit megrajzolnak emberek, és ugye tudjuk nagyon jól, hogy ez egy hagyományos cellanimáció, tehát még nyoma sincs a CGI-nek 88-ban, amikor ugye ez elkészül, hogy itt egy hagyományosan rajzlapon megrajzolt a látványvilágban, például eljátszák olyanokat, hogy egy rajzolt szereplőnek a szemszögét fölvesszük, és gyakorlatilag kézikamerás módon követjük az ő szemén keresztül az eseményeket, ugye erre is majd számtalan alkalommal lesz példa. Vagy ugye a másik, ami hasonló, ugye ebből táplálkozik, hogy mondjuk nagyon sok akciójelenet esetében ugye tapasztaljuk azt, hogy nagyon amikus kameramozgásokat követ le. Hát gyakorlatilag olyan módon áll hozzá ez a világhoz, mintha ebbe az akciójelenetbe egy operatőr jelen lett volna, és egy bonyolult kamerarendszerrel ott követte volna a rajzolt hősöket. Hát ez nekünk ma így 2006-ban egyáltalán nem újdonság. De az a hozzáállás, amit mondjuk ez a rajzfilm a 80-as években behoz, az azért nagyon merész dolog volt, és emiatt nagyon sok szakforrás írja azt, hogy az anime, mert ennek a formanyelvében az Akira volt a döntő híd, ami összekötötte a korai japán animációt, az a bizonyos fejlett 90-es évekbeli japán animációval, amit ugye ma mindannyian kedvelünk, szeretünk és ismerünk. Tehát egy ilyen nagyon fontos határátlépő pont volt ez a rajzfilm. És hát valahol ugye, most egy hasonlattal legyek, ugye, és meglátja azt, hogy nekem ez miért kicsit furcsa, hogy egyrészt nyilván ott van az, hogy gyönyörű élményt ad, tehát hihetetlenül szokatlan élményt ad, mondjuk az, hogy rajzoltba látunk élőszereplős látványvilágot, de ugyanakkor meg egy kicsit olyan, mint nem tudom, hogy hányunknak volt már szerencsés, biztos sokunknak mondjuk olyan filmeket megnézni moziba felirattal, mondjuk amerikai filmet, amit Magyarországon vettek föl, és ugye egy nagyon vicces az, hogy ott általában a statiszták azok nem magyarok, fura módon, mert az amerikai szakszervet az mondjuk ezt tiltja, hanem amerikai színészekkel bemagoltatják a magyar dialógusokat, és akkor halljuk azt, amit szegény amerikai színész ott magyarul mondja, hogy mész te a kurva anyádba, mikor rengeteg magyar ember áldogált ott a sarokba, akik elmondták volna ezt tökéletesen mondani. Tehát az animáció az egy külön terület.
Az, hogy az animáció másolja az élőfilmet, az egy valamilyen módon egy kicsit hátráltatja azt, hogy a saját nyelvét kibontja. Na most, amit az Akira ezzel szemben a kárpótlásként felad, az az, és ez a legszebb talán ebben az egész rajzfilmben, hogy miközben a látványvilágában nagyon radikális módon valósághíven dolgozik, addig a történetvezetésében egészen eltér ettől. Ugye erre nagyon-nagyon szép példa az, amit mondjuk a filmtörténetben ilyen modernista áttörésnek neveznek, hogy milyen ravasz módon vegyíti a személyes belső víziókat a valósággal, tehát az egyszerű hétköznapi síkkal. Ugye rengeteg ilyen példa lesz rá, ennek köszönhető mondjuk az, hogy ennek a filmnek az utolsó 20 perce, nem tudom hányan van, aki most látja először ezt a rajzfilmet. Kezet föl. Ó, hát akkor nem is kell nekem itt ennyire, hogy most ennek a sok ember számára nagyon érdekes lesz majd, és utána, ha valakinek van kérdése, akkor így odakint nagyon szívesen, de hogy az utolsó 20 percnek ez a nagyon-nagyon furcsa a furcsa zárlat, az mennyiben fogja majd megdöbbenteni őket, hiszen itt már arról van szó, hogy egy olyan történet, ami alapvetően nagyon-nagyon szigorú történetmesélő, narratív, ilyen a műfaji közegből indul, az a végére egy ilyen egészen szürreális, különös, bizarr világgá alakul át, ami nagyon szokatlan élmény lesz. Most itt nyilvánvalóan felülíródik az a fajta látásmód, ami meg egyébként némiképpen egy ilyen szolgai valóságmásolásról szólna. És végül nem utolsó sorban egy utolsó mondattal lezárva ezt, és erre már egyébként Bálint is célzott, hát a harmadik nagy probléma az Akirával, az pontosan az, hogy hogyan láttuk. Tehát én nem hiszem, hogy nagyon sok ember van köztünk, akinek ezelőtt, a mostani alkalom előtt volt alkalma valóban ezt vásznon látni. Na most ez egyelőre csak egy tény. Mert szomorkodhatunk rajta, viszont az igazság az, hogy ez a rajzfilm hasonlóan más eleve mászorakészt animékhez, ez úgy gondolkodott, a készítésekor úgy működött, hogy ezt celluloidról kell vetíteni, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok újítása, szokatlan, érdekes vonása, az elvész akkor, hogyha az ember nem ilyen hihetetlenül nagy fényérzés, érzékenységű, nagy felbontású alapanyagról nézi meg, hanem otthon a Jonas TV-n, vagy nem tudom kinek mi jutott hozzá, mondjuk a 80-as évek vége, vagy 90-es évek elején, mondjuk amikor még nem voltak ezek a nagy felbontású tévék, és nem mondjuk DVD-ről nézhette. Ugye erre a kedvenc példa, amit tegnap is elmondtam, és amit hát majd mindenki megpróbált leellenőrizni, hogyha nagyon unatkozik film közben, hogy ugye, hogy például ez a film nem csak a részletgazdagsága és a nagyon-nagyon érzékeny fénykezelése miatt szokatlan, de például a színgazdagsága miatt is, ami nem fog előjönni a televízió, ami kisebb fénnyel dolgozik, és nagyon erőteljesen leredukálja a színspektrumot. Most ugye a fáma szerint például ebben a filmben csupán a vörös szín árnyalatának 99 fajtája található meg. Most ezt videóról nem fog tudni megszámolni, ha most valaki unatkozik, akkor neki láthat például. Tehát valamilyen módon ez az élmény, ez nem csak arról fog szólni, hogy baromi nagyba látjuk majd, meg ott ülnek a haverok mellettünk, meg mit tudom én, így szól majd egy iszonyatosan erős hang ebből az egészben, hanem ott is, hogy ez a látvány, amit annak idején embereknek a tucatjai sok éves munkával rápiszmogtak azokra a cellekre, az most itt végre méltó módon fog megjelenni előttünk, és nem úgy, mint ahogy én láttam először, amikor a harmadik már generációs videókazettán berakva a tévén, és akkor azt hittem, hogy most látom az Akirát, hát nem láttam. Én is most fogom először látni, és remélem, hogy mindazok számára, akinek szintén hozamosan ez az első vászon élménye, hát hasonló ilyen wow élménnyel fog majd járni ez vetítés, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok hozzá, és mondom, a felmentés után bárkinek személyes kérdése van, akkor állok a rendelkezésére. Jó szórakozást!